Köszöntöm a Fonyód Televízió nézőit, és tisztelettel köszöntöm Hidvégi Józsefet, Fonyod város polgármesterét. Köszöntöm a tévénézőket. Aktuális témákról fogunk beszélgetni, strandfejlesztésről. Béla telepen vagyunk a Huszka utcai strandon, amelyet már birtokba vettek a strandolók, a vendégek és a helyiek egyaránt. Épp a felvétel előtt köszönték meg az új játszótereket, egy úriember lépett polgármester úrhoz. Mit tudunk most elmondani akár erről a strandról, akár arról a másik négyről, amely még részt vesz ebben a fejlesztési programban? Hát nagyon örülünk, hogy elkészült ez a strand, itt még kisebb finomítások vannak, kapunak a visszahelyezése, hintáknak a felhelyezése, de már birtokba vették a gyerekek, és az a tapasztalat, hogy nagyon örülnek neki, és egyre több családos látogat a Huszka strandra, de természetesen a Huszka strandnak a baloldali részén meghagytuk a, azt a területet, ami eddig is egy napozós, fekvős, pihenős terület volt, így mind a gyerekes családoknak, mind pedig a környéken lakó idősebbeknek, vagy akik éppen nem gyerekkel vannak, nekik is megvan a megfelelő pihenési lehetőségük. A strand fejlesztéseink közelednek a befejezéshez. Ez a strand az, ami fizikailag is elkészült, tehát elkészült a járda, a játszótérnek a zöme, a különböző játszóelemek és a vizes blokk, a babamama szoba itt már üzembe lett helyezve, és birtokba is vették, természetesen örülnek neki, mind a gyerekeszülők, és hát természetesen az ide látogatók, akik eddig egy szinte egy VZ-be, WC-re jártak, azok most kaptak egy új, modern, konténeres férfinői, külön választott WC-t. A többi strandnál pedig tegnapi napon vettük át a futópályát, ami 1,2 km hosszú, ott a környezetre rendezések vannak, két hete vettük át a vizes blokkokat, ott is vannak még javítások, de már használják. Mind a kettőt nagy örömünkre az egyikre az EON bekötötte az áramot, így már hajszállító, készszállító is működni fog a babamama konténerek hamarosan érkeznek, a többi területre is, a Bátori utca is, strandon is már csak környezetrendezés van, ott is elkészült a vizes blokk, a Bélatelepi strandon is elkészültek a vizes blokkok, és ott is környezetrendezések vannak a Városi Strandon pedig július 31-e a határidő az épület átadásának. kivitelező szerint ez az átadás tartható, nyilván utána ott is még környezetrendezés lesz vissza, és az összes többi munkát, javítási és egyéb felújítási munkálatokat, növényzetültetést, füvesítést már az őszi időszakban fogunk végezni. Ha már a Huszka utcai strand miatt Béla telep szóba került, a tábort, illetve hát a kempinget is szóba kell hozni, a Bélatelepi kempinget, hiszen hétvégén volt ezen a magánterületen egy magánrendezvény, City Matiné névre hallgatott. Ezt valószínűleg most a fonyódiak sokat emlegetik az utóbbi napokban. Ez egy háromnapos zenei fesztivál volt, amelynek kapcsán elég sok panasz érkezett az önkormányzathoz és a rendőrséghez is. Ha jól tudom, azóta volt már egyeztetés ennek a témájában, illetve hogy mit lehet tenni, hogy többet ilyen ne forduljon elő. Miről is van szó, pontosan mi történt? Tulajdonképpen a szervezők nagyon jól ismerték a jogszabályokat, minden engedély, bejárás megtörtént. Itt volt az ENTS, a rendőrség, katasztrófavédelem, és tőlünk is egy ügyintéző ott volt, amikor a, a fesztiválra megkérték az engedélyt, és mindennek megfeleltek. Hangtechnikai szakvéleményük is volt a várható, zajszintekkel kapcsolatban, ahol egyébként elő lett írva nekik, hogy az éjszakai órákban 55 decibel, a nappali órákban pedig 65 decibelt kell tartaniuk a rendezvény során. A jogszabályoknak teljesen megfelelt az engedélyük, ebből kifőlag aztán senki nem tudott intézkedni. Az éjszaka során, amikor kértük a rendőrség intézkedését, illetve kértük a szervezőket, hogy vegyék le a hangszint. E, igazából ezt egyeztettük a mai nap során a úrral illetve a kollégájával, hogy e, mik azok a lehetőségek, amelyek az önkormányzat vagy esetleg a rendőrség kezében vannak, e, esetlegesen olyan rendezvények kapcsán, amik túl túlterjeszkednek. Sajnos e, azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok lehetőségünk van, hiszen országos jogszabály szabályozza ezeket a rendezvényeket, így sem időkorlátot nem tudunk betenni, sem pedig... Olyan korlátokat, ami miatt esetleg nem adunk meg ilyen rendezvénynek engedélyt. Ráadásul ez egy magánterületen lévő rendezvény, így a magánterületen lévő rendezvények, ha például ezer fő alattira tervezik, akkor nem is bejelentés kötelesek. Tehát az önkormányzatnak olyan szinten kell felkészülni ezeknek a kivédésére, amit jelenleg nem tudjuk, hogy hogy fogunk tudni megoldani. Azonban azon dolgozunk most, és azért volt a mai egyeztetés is, hogy a közeljövőben kidolgozzuk azt, hogy a következő időszakban ilyen rendezvények ne lehessenek fonyodom. Aki jár a Bartók Béla utcában, az láthatja, hogy a harmatos utca torkolatánál lévő buszmegálló, amit leginkább az általános iskola diákjai, illetve hát felnőtt dolgozók használnak, új, megújul. Ez ugye annak a része, amelynek kapcsán a város számos buszmegállót megújított az elmúlt években, de ha jól tudom, ehhez még járdafelújítás is kapcsolódik, és talán nem is csak ott. Igen, az idei évre tervezett buszmegálló felújítások közül ez az utolsó. Ezt nyilván arra a nyári időszakra terveztük, amikor egyébként a diákok nem használják ezt a buszmegállót. Ez alatt uh, azt értjük, hogy az idén is történt négy buszmegállónak a felújítása, így a jelenlegi buszmegállók felújításra kerültek, új buszmegállókat tervezünk a következő években, és ennek a buszmegállónak a befejeztével, az odavezető járda is meg fog újulni, hiszen egyrészt már baleset veszés, a múltkori nagy esőzés komoly károkat tett magába a járdába, másrészt pedig egyébként is felújításra szorul már a járda is, így ez a terület is úgymond a buszmegállóhoz vezető út, és maga a buszmegálló is meg fog újulni, és természetesen tervezünk még újabb járdafelújításokat, amíg a kivitelezői kapacitástól függően fog elkészülni, ilyen a, a főutcától, a József utcának a felújítása egészen a református templomig, illetve azok a területek, ahol még problémák vannak a járdákkal, járda felületekkel, azok is felújításra kerülnek még az idei évben. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek.